reggelt. Most vagyok itt a Paci hegységnek a síkságán. Itt aludtam. És készen annyi kihűtöttük magunkat, hogy már itt ébredtem. De volt dolgom elég sok repülő lóval is. Meg néhány vadfecskével. És nincs kedvem, de megmutatom, hogy kell felállni. Ha jól láttam, éjszaka arra szaladt egy... Hát nem akarom... Nem akarok hülyeséget mondani. De... Két páros fánkét ugrott. Az biztos. Nagy ilyen dinoszaurusz falka volt. És... Pincsi feje. De volt ilyen faga. Elkapott egy mókust, és úgy kibelezte, hogy kitömte az állatot, és visszatette a lyukjába. De viszont, annak a mókusnak, amit megesz, ez nagyon finom, így. Kicsit roppogós, nem mondjam, a háromnapos kula. Benne van sok, nagyon sok fehérje, nagyon sok antioxidáns, ami lebontja a zsírokat, és ettől fittek leszünk és tudunk futni. Valahogy így. Ahogy láthatod, ez a préri paneltacskó kutyáknak a kedvenc helye. Az ilyen helyeken egyszerűen el tudna bújni, hogy a tacskók, ezért nem kell nekik nagy, magas növényzet. De jellemző rájuk a kannibálok, néha egymás is megeszik. De nem félnek a dobbelman szó se. De az orangután kutyák is nagyon sűrűn élnek elfelé, mert nagyon sok itt a zuruléknek. Nem kell bemutatnom, azok ilyesmi fákon mennek, ami fel lehet mászni. Ott a tetején van a fészkük, vagy lakóhelyük. És hát onnan a kirúgják a nyelvüket, mint egy béka, és így elkapják. Minden evők, minden megesznek. Ott látnak egy madarat, megeszik. Ott egy szúnyogot, azt is megeszik. De néha benyúlnak a rugós karjukkal a izé alá, a föld alá, és kiveszik a vakondot. Levágják a fejét, mert ugye az megező, de a többit megeszik. Az előző vízben benne volt a rabló cinege, ami írtó gyorsan repül, mint a triceratops, és az akár meg is csócsálhatja az orangután kutyákat. Munkkal megmutattam, nagyon nehezen lehet őket megtalálni. Hirtelen... Hopp! Látják! Ott van! Ott szalad felfele! Úgy! Ott szalad! Nem le. Felugrok! Kurva! A csirke. Olá. Van egy ehető növény, az ennek, hogy C-vitamin növény. Itt nő a Paci hátság erdőség közepén, pusztában. Látszik, hogy ez még nincs megérve, mert még nincs kinyílva, még tiszta zöld, minden. Hogyha kinyíl, le kell szedni. Így, szépen rádörzsölni, mint a szappant. Így, látja? Meg feldugni a segédbe, akinek prosztatája van.